Alma, körte, uborka, lekvár és méz. Egytől egyig olyan termékek, amelyeket nyírcsahói lakosok termelnek vagy állítanak elő. Korábban nehézséget jelentett az élelmiszerek eladása a helyi termelőknek, ezt legközelebb jellemzően Máté Szalkán tehették meg. A jövőben ezzel az akadállyal már nem kell számolniuk, hiszen Európai Uniós forrásnak köszönhetően Nyírcsahojban is új termelői piac épült. Igyekeztünk egy olyan arculatát megmutatni ennek a piacnak, ami valóban egy kis falusias helyi piac itt Nyírcsaholyban. Vannak nagy városi piacok. Mi arra fordítottunk inkább gondot, hogy azok az emberek, akik itt élnek, és saját maguk által megtermelt egészséges, vagy akár bio gyümölcseket, zöldségeket hozzák el ide, hogy ezzel is elősegítsük az egészségtudatosságot is. Nem mellékesen, a gazdaságfejlesztés szempontjából ez nagyon fontos, nem csak települési szinten, azt gondolom, hogy a térség gazdaságfejlesztéséhez is hozzájárulunk ezzel. A 60 millió forintból elkészült beruházás mellett egyéb fontos fejlesztések is megvalósultak a településen. A Magyar Falu program keretében két pályázatot sikerült kivitelezni. 3 millió forint értékben új eszközök érkeztek a védőnői szolgálathoz, és megújulhatott emellett a temető környezete is. A vidékfejlesztési programban is sikeresen pályázott az önkormányzat, ennek köszönhetően egy új traktor segíti a mezőgazdasági feladatokat, és korszerűbb környezetben működhet a jövőben a közétkeztetés is. Az óvodánk intézménye a konyha, és nem csak az óvodás, illetve az iskolás gyerekek számára főzünk itt egészséges ételeket, és saját magunk által megtermelt nyersanyagokból, hiszen amit közfoglalkoztatásban megtermelünk, azt a helyi konyhán fel is használjuk, hanem az idősek szociális ellátásában is részt veszünk, és vendégebédelőink is vannak. A térség országgyűlési képviselője elmondta, a Nyírcsaholyban megvalósult beruházásokra régóta várt a település lakossága. Kovács Sándor hangsúlyozta, a kormány kiemelt feladatként kezeli a vidék erősítését és a falvak infrastruktúrális fejlesztésének támogatását. A település operatív program, amit a megyei önkormányzat menedzselésével a települések, illetve a településen élő civilek, egyházak, vállalkozások is megpályázhattak különböző kulturális és egyéb akár gazdaságélénkítési programokban is. Mindegyik azt szolgált, hogy a vidéken foglalkoztatás, munkahely megtartás, akár új munkahelyek létrehozása, vagy egy új kerékpárúttal, egy új úttal, egy új intézménnyel, egy piaccal gazdagodva az itt élő emberek életminősége javuljon. Kovács Sándor hozzátette, az összesen közel 100 millió forint értékű beruházásoknak köszönhetően nem csak Nyírcsaholy infrastruktúrája és település képe változott, hanem a lakosság közösségi élete és vállalkozó kedve is pozitív irányt vehet.